a népzene tehát a természet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megtestesítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszerényebb eszközökkel valamilyen zenei gondolatot legtökéletesebben kifejezni. Bartók Béla idézetével köszöntöm kedves nézőinket 588. adásunkban. A közismert magyar zeneszerző, zongora művész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a Zeneakadémia tanára, a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője 133 évvel ezelőtt, 1881. március 25-én született. Művészete és tudományos teljesítménye nem csak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű, olvashatjuk róla. A tavaszt is köszöntjük, hiszen március 21-én a naptár szerint is beköszöntött e szép évszak, habár az első tavaszi virágok már régen, hetekkel ezelőtt bejelentették közelettét. Ma, március 27-én pedig a Színházi Világnapot ünnepeljük, amelyet a Nemzetközi Színházi Intézet határozata alapján 1962 óta tartanak, annak emlékére, hogy 1957. március 27-én Párizsban megnyílt a Nemzetek Színháza. A Színházi Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet és tágabb értelemben a kultúra fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását. Olvasható a Neumann Ház Jeles Napok című honlapján. Mai adásunkban a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben március 20-án megtartott előadásról szólunk, amely a Vajdasági Magyar Civil Szövetség, a Magyarországi Rákóczi Szövetség, valamint a Civil Összefogás Fórum támogatásával valósult meg. A rendezvény vendége Fábri Szabolcs, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Veszprém megyei irodájának vezetője, a Civil Összefogás Fórum tagja volt, aki Jövőnk vidéken Hét határon címmel tartotta meg előadását. Műsorunk folytatásában a térségünkben megtartott március 15-i ünnepségeken elhangzott műsorszámokból készítettünk egy csokorravalót. 588. adásunkhoz is jó vételt kívánunk! A Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben az Egyesület és a Vajdasági Magyar Civil Szövetség közös rendezvénye volt március 20-án a Nemzeti Sorskérdéseink kampány keretében, melyet a Magyarországi Rákóczi Szövetség, valamint a Civil Összefogás Fórum is támogatott. Fábri Szabolcs, a Civil Összefogás Fórum tagja, Jövünk vidéken Hét határon címmel tartott előadást, melyben saját élettapasztalatán keresztül mutatta be, hogy miért fontos a közösségben és a nemzetben való gondolkodás, valamint, hogy miért fontos, hogy a magyar állampolgársággal rendelkezők minél nagyobb számban vegyenek részt az anyaországi választásokon. Az előadót Pancsovára elkísérte Béres Zoltán, a Vajdasági Magyar Civil Szövetség elnöke, és Pásztor Orsolya, aki a Civil Szövetség nevében az előadást szervezte. Fábri Szabolcsot előadás után kértük a Magyar Percek mikrofonja elé, aki azt is elmondta, hogy kinek a képviseletében érkezett hozzánk. Balaton felvidékről érkeztem, tehát Nagyvázsonyból. A Civil Összefogás Fórumnak a vidéki tagozatát képviselem, hiszen itt nagyon sok, mondom, 4000 civil szervezet van, úgyhogy mi inkább ilyen vidéki munkacsoport vagyunk, a falusi vidéki civil szervezeteket, közösségeket igyekszünk segíteni. Ma itt elsősorban a magyarországi választásokra ösztönözték a hallgatókat, és hogy minél nagyobb számban részt vegyenek. Két mondatban a nézőknek is mondjuk el, hogy miért fontos ez. A Civil Összefogás Fórum a Kárpát-medencében 4000 magyar civil szervezetet foglal magában, és a
civil összefogás fórum úgy gondolkozik, hogy a Kárpát-medencében 13,5 millió, 14 millió magyar él. Szeretnénk, hogyha ez a 13,5 millió magyar a nemzet minden tagja felelősséget érezne azért, hogy kifejezze a politikai véleményét, hiszen, és elmenjen szavazni, hogy regisztráljon a magyar választási rendszerbe, és szavazzon április 6-án, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy milyen gazdasági, milyen kulturális, milyen civil együttműködések jönnek létre. Mi vagyunk a Kárpát-medencében a többség, a magyarság, és a magyarság erősen tudja az érdekeit képviselni, beleértve a pancsovai, beleértve a délvidéki, beleértve a többi Kárpát-medence különböző területén élő magyarokat, akkor mi egy közepes méretű nemzetként Európában nagyon sok mindent el tudunk érni együtt. Gazdasági, társadalmi, civil, kulturális, ifjúsági vonal egyaránt. Ön egy regionális civil ernyőszervezetnek a képviseletében van itt. Mit jelent egy régió szempontjából, vagy egy nemzet szempontjából regionálisan a civil szerveződés? A civil együttműködésnek az a jelentősége, hogy a civilek mindig kicsit kovász emberei voltak, kicsit mozgatórugói egy közösségnek. Legyen az egy erős tömb közösség, legyen az egy szormány közösség. A civil szerveződések, a civil emberek nélkül nem tudnak létrejönni vállalkozások közti együttműködések, nem tudnak létrejönni kulturális csoportok, hagyományőrző, ifjúsági csoportok, művelődési közösségek között együttműködések. Együttműködések nélkül pedig nincsen fejlődés. Tehát én azt gondolom, hogy a civileknek az a felelősségük és az a feladatunk, hogy segítsük létrehozni ezeket az együttműködéseket. És mondom, értem ez alatt a vegyes vállalatokat, a közös vállalkozásokat. Tehát gazdasági jelentősége is lehet. Gazdasági jelentősége nem sok lehet, van is. Tehát Erdélyben, Felvidéken civil közösségek hoztak tető alá olyan üzletembereket, olyan befektetőket, vállalkozókat, akik ma már közös vállalkozásokat üzemeltetnek Magyarországon, Felvidéken, Erdélyben, és azt gondolom, hogy ez a jövő délvidéken is. Tehát meg kell a civil közösségeknek ez a feladatuk, hogy összehozzák. De nem csak az üzleti világ szereplőit, hanem a kulturális közösségek szereplőit, a művelődési közösségek szereplőit, az ifjúsági csoportok szereplőit. Mert ahogy egy vállalkozók együtt erősebbek, úgy ezek a kulturális hagyományőrző egyéb társadalmi tevékenységek is együtt erősebbek. Mennyire fontosak itt a vezető egyéniségek, illetve a kezdeményezők? Nagyon fontosak. Tehát én azt gondolom, hogy kovász emberek, közösségi emberek, vezető személyiségek nélkül ezt én nem látok sikeres vállalkozást, nem látok sikeres önkormányzati munkát, nem látok sikeres civil szervezeti munkát. Tehát igenis szép és fontos dolog a demokrácia, de határozott és eltökélt vezetők nélkül közösségeket nem lehet felvirágoztatni. Magyarországon hogyan jellemezné most a civil összefogást és a civil szférát általában? Hatalmas erő van bennem. Tehát a civil összefogás fórum, amikor nemzetközi erők meg akarták buktatni Orbán Viktort alig egy év kormányzás után forint manipulációval és a legsötétebb eszközökkel, akkor a civil összefogás fórum felhívására Csizmadia László elnök úr és csapata szervezésében mintegy 500 ezer, de talán még annál is több, jó bő fél millió ember ment föl egy napra Budapestre, és fejezte ki szolidaritását a nemzetben gondolkodó kormány mellett. Hatalmas erő van benne. Ugyanúgy hatalmas erő, de gondoljunk csak Csíksomjóra, Búcsúra, ahova szintén évről évre 500 ezrével mennek saját költségükön az emberek, vagy a zarándok vonatokra. Tehát a civil szervezetekben, a civil összefogás fórumban hatalmas mozgósító és hatalmas támogató erő van. És egyébként nagyon fontos feladat is, hogy a politikát a civilek mederbe tartsák. Bérás Zoltán, a Vajdasági Magyar Civil Szövetség elnöke. Milyen jelentőséget tulajdonít a civil szférának itt Vajdaságban? Hát, ha nagyképű akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a civilek a társadalom sója. Ugyanis
nagyon sokféle civil szervezet létezik, de ha eltekintünk a tevékenységüktől, akkor mindegyikben megtalálható egy közös, több közös vonás. Ilyen közös vonás például a közösségben gondolkodás, a tenni akarás, a bizalom egymásban, a hit abban, hogy érdemes cselekednünk. Ezek mind nagyon-nagyon nagy értékei egy közösségnek, hogy ezekkel rendelkezik, és a civil szféra az, amely ezt például ezeket meg tudja jeleníteni. Hogy ilyen szempontból civilek bizalomépítő szerepet is betöltenek egy társadalomban. Nem csak munka van, és nem csak család, hanem van közélet is, és a civilség ezt a közéletet tudja táplálni, és ebből is él. Ha valaki netán nem annyira tájékozott, hiszen itt Vajdaságban még a civil szféra eléggé gyermekcipőben jár, hogyan magyaráznánk meg annak, hogy micsoda is valójában a civil szféra? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát először is inkább egy civil szervezetet kellene valahogy körülírni, és talán azt mondanám egy ilyen illetőnek, aki ezt kérdezné, hogy ugye az ember jár baráti társaságokba, közösségekbe, például eljár, nem tudom, focizni, vagy eljár valakikkel együtt muzsikálni, vagy énekelni. Ez is egy közösségi tevékenység, de ha ennek jogi hátteret próbálnak teremteni, akkor bizonyos dolgok lehetővé válnak, tudnak pályázni, lehet bankszámlájuk, és egy nagyobb biztonságot tudnak adni a mindennapi tevékenységüknek. Igazából ezt a keretet biztosítja a civil szervezet, és a sok ilyen kis civil szervezet, a sok ilyen önszerveződő közösség pedig adja a civil szférát. A Vajdasági Magyar Civil Szövetség 2008-ban alakult, jelen pillanatban 65 tagszervezetünk van egész Vajdaság területéről. Azt hiszem, hogy mondjuk az egyetlen vajdasági civil ernyőszervezet, amely egész Vajdaság területéről és tevékenységi területtől függetlenül tömörítünk mindenkit, vagyis várunk sorainkba. Milyen típusú szerveződések tartoznak ide? Én ezt felsorolni se tudom. Tehát a nagycsaládostól kezdve a környezetvédőnk köröztül, a pedagógus egyesületekig mindenféle megtalálható a tagságunkban. Mit tart a legfontosabbnak? A legfontosabb az, hogy ne gubózzunk be, és hogy ne adjuk föl az egymáshoz való fordulásnak az igényét. Jesus.
Isten ére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem lesz. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Elköszönőben hirdetjük, hogy a 38. Durindó és az 51. Gyöngyös Bokréta a Vajdasági Magyar Népzenei Együttesek, Néptánc csoportok és szólisták hagyományápoló és hagyományőrző, ifjúsági és felnőtt kategóriájú szemléje idén Vargyas Lajos születése 100. évfordulójának jegyében zajlik, és egyúttal tisztelgés is a közelmúltban elhunyt dr. Olsvai Imre munkássága előtt. A Durindó június 7-én Múzsján, a Gyöngyös Bokréta pedig június 8-án Nagybecskereken kerül megrendezésre. A fesztivál mindkét kategóriájában való részvételre 2014. március 31-éig várják a bejelentkezést. Ismételten közzétesszük a Vajdasági Magyar Civil Szövetség felhívását Nemzeti Sors Kérdéseink című kampányának kisfilmjeivel.
A Vajdasági Magyar Civil Szövetség, a Magyarországi Rákóczi Szövetség, valamint a Civil Összefogás Fórum támogatásával kampányt indít, melynek célcsoportja a Vajdaságban élő magyarul beszélő lakosság általában és ezen belül vajdasági magyar választói névjegyzékbe regisztrált, valamint a magyarországi választói névjegyzékbe regisztrált kettős szerb-magyar állampolgársággal rendelkező lakosok. A kampány célja, mozgósítás, azaz a fent említett célcsoport buzdítása a választásokon való részvételre általában, ezen belül a magyarországi parlamenti választásokban és a szerbiai magyar nemzeti tanács választásában való részvételre. Számomra 30 évvel ezelőtt gondot jelentett magyarságom. A sok színű környezetben nem tudtam megérteni, miért fontos azzal foglalkozni, hogy most én magyar vagyok, szerb vagyok, horvát vagyok, német vagyok. Örülök annak, hogy a helyzet is megváltozott, és örülök annak, hogy apám, anyám révén magyar nemzethöz tartozom, és szeretnék ebből a nemzetből kiindulva közreműködni, együttműködni mindazokkal, akik között élek itt a szülőföldön. Egy kihívás, egy életvitel, egy tisztelet, inkább megtiszteltetés. És hasonló jelzőkkel tudnám illetni ezt a magyarságtudatot, ami, ahogy mondtam, egy életvitel, egy komplett létnek a kifejezése. Nekünk itt Délvidéken igen, vannak néha nehézségeink a magyarságunkkal, de ezeket a nehézségeket igazából nem veszük figyelembe. Élünk, mintha mi sem történne, csak élünk magyarként. Mi beleszületünk ebbe a magyarságunkba, kapunk ezzel egy nyelvet, kapunk hagyományokat, de önmagában ez még nem elég. Nyilván ugye azt szoktuk mondani, hogy büszkék vagyunk erre, vagy arra, vagy amarra, amik vagyunk. Azt hiszem, hogy azokra a dolgokra lehetünk elsősorban büszkék, amiket mi érünk el. Tehát az, amit születésünkkor kapunk, mint a nemünk, vagy a bőrszínünk, vagy ugye a hovatartozásunk, hogyha nemzeti szempontból nézzük, az önmagában nem kell, hogy büszkeséget kiváltson. A kérdés az, hogy ezekkel a hagyományokkal, ezzel a nyelvvel tudunk-e utána mit kezdeni, tudjuk-e ápolni, tudjuk-e továbbvinni, továbbfejleszteni, és ugye ami a legfontosabb, továbbadni. Néhány évvel ezelőttig nem is gondoltam volna, hogy a magyar nép, a magyar nemzet ennyire összetartó, majd csak miután magyar tánccal és hagyományápolással kezdtem el foglalkozni, akkor láttam be igazán, hogy mekkora vendégszeretet a magyar nép között, más helyeken is, és nálunk is. Mai műsorunkat szombaton reggel 7:30-kor megismételjük. Következő adásunkat mához egy hétre, csütörtökön este 7:30 után sugározzuk. Tartsanak akkor is velünk, a viszontlátásra! A jó lapát!